Együtt többre vagyunk képesek, idén ez a jelmondata a Rehab Critical Mass-nek, vagyis a fogyatékossággal élők felvonulásának. A kezdeményezés célja, hogy erősítse a sérültek érdekvédelmi képességét és az emberek közötti szolidaritást. Fújt a szél, sütt a vihar, csendben álltam és vártalak én. Sarolta a Nem adom fel együttes kerekes székes énekese. Ő saját dalával hangolódott az idei Rehab Critical Mass-re. Teljesen fel vagyunk szabadulva, legalábbis én nagyon. Én nagyon imádom a zenét, én nagyon szeretem a csapatot, a társaságot, szeretek emberekkel foglalkozni, beszélgetni, szórakozni. A 24 éves Gergő is fergeteges hangulatra számít. Rock and roll? Rap? Wow! És most itt lesz buli? Lesz? Ha rappel nem is, de örökzöld slágerekkel készült DJ Dominik, aki rendszeres részvevője a felvonulásnak. A fogyatékos emberek pont ugyanúgy buliznak, mint mindenki más, úgyhogy semmi különbség nincs. Társadalom meg talán javul egy kicsit, azt tapasztalom, hogy egyre toleránsabbak vagyunk. Magyarországon 453 ezer fogyatékos ember él. Az esemény életrehívói azért küzdenek, hogy a mozgásukban, hallásukban, beszédükben vagy mentálisan akadályozott emberek ugyanakkor eséllyel indulhassanak az életben, mint egészséges társaik. Jubileumi alkalom ez az ötödik, az összefogást tűztük az ászlónkra, mert azt vettük észre, meg hittünk is benne mindig, hogyha összefogunk mi civilek, a döntéshozókkal, illetve akár a piaci szférával, akkor többet tudunk elérni, akkor talán az érdekeinket tudjuk érvényesíteni. Erre például nagyon jó példa volt a hármas metró esete. A Rehab Critical Mass több más fogyatékosügyi szervezettel közösen állt ki az akadálymentes metró ügyért. Megmozdulásaikat siker koronázta. Bratkó József 11 éve a boldog házasságban kerekes székes feleségével. Ő azt mondja, jó irányba halad a főváros. Mondhatnám azt, hogy ez olyan 85%-ban már akadálymentes a közlekedés, de viszont a trolliknál vannak még, meg a villamosoknál is ilyen 10-15%-ban. A vidám menet a Clark Ádám térről indult a Lánchídon át, a Deák Ferenc tér melletti Városház parkba, ahol tovább folytatódott a zenés figyelemfelhívó akció.